Öt iskolából több mint 100 diák érkezett szombaton az EGRI hivatásos tűzoltó parancsnokságra azért, hogy a pályaorientációs napon megismerkedjenek a tűzoltóság munkájával és magával a szakmával. Mindezt interaktív formában tették. A program célja a szakember utánpótlás biztosítása volt. A gyermekeknek a rendezvényen egy alapfokú tűzvédelmi oktatást tartottunk, majd bemutattuk a katasztrófavédelem feladatait, és lehetőségük nyílt egy próbariasztás megtekintésére, védőruhát is felvehettek, meg érezhették, hogy milyen igazi tűzoltónak beöltözni, és egy locsolójátékkal is kedveskedtünk nekik. A szóvivő azt is elmondta, mind a mai napig sok gyerek szeretne tűzoltó, katona vagy épp rendőr lenni. Az eseményen is nagy érdeklődést mutattak a szakma iránt, tette hozzá. Csénémet Sarolta, a Makrári Általános Iskola 6. osztályos tanulója azt mondta, elgondolkodott azon, hogy tűzoltó lesz. Érdekesnek tartotta a napot. Fönt voltunk és mutattak nekünk egy PPT-t a katasztrófavédelem munkájáról, és aztán most itt megmutatták lent a tűzoltóautókat és az ilyen ami a felszereléseket, amik itt lent vannak. Aki szeretett volna, tüzet is oldhatott egy játék segítségével, ezáltal kipróbálhatták a tűzoltó tömlő használatát. Vince Dániel szerint kár lett volna kihagyni a napot. Először be kellett lőni a tömlővel egy ilyen lyukba, és gyűjtötte a vizet, fel kellett menni egy ilyen kis emberkének, ilyen létrán, utána tüzet kellett megint csak egy ilyen lyukba belemenni. A gyerekek szerint fontos munkát végeznek a tűzoltók. Ha ők nem lennének, akkor elég nehéz lenne például eloltani a tüzet az embereknek, vagy akár kimenteni bárkit a roncsok közül. A katasztrófa védelem nem csak a pályaorientációs napon várja a diákokat. Az érdeklődő osztályoknak bejelentkezés után bemutatják a tűzoltóság munkáját.